Közös segélyakcióban segíti a rászorulókat a Magyar Posta és a Magyar Ökumenikus Szervezet. Az akció lényege, hogy minőségi tanszerekből álló csomagokkal segítsék a gyermekeket az iskolakezdésben. Vendégünk Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Szóvivője, és Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt vannak. No hát, Kristóf, hogyan jött létre ez a közös kampány? Tulajdonképpen 6. éve indítjuk már el az Iskolakezdés Együtt segélyakciót, és ez egy nagyon egyszerű, nagyon átlátható akció. Meghirdetjük augusztus közepén az adománygyűjtést, és a célunk az az, hogy szeptember 1-ig 1000 gyereknek célba juttassuk a segítséget. És gyakorlatilag az első évtől kezdve voltak partnerek, akik ebbe bekapcsolódtak, így például a Posta is, akik kezdettől fogva az adománygyűjtéstől egészen a logisztikáig részt vállalnak ebből az akcióból. Igen, pont ezt akartam Ildikótól kérdezni, hogy milyen szerepe van a Magyar Postának, és miért fontos a Magyar Postának az, hogy részt vegyen ebben? A szerepünk az az, hogy logisztikában segítünk, tehát összepakolják a segélyszervezetnél az önkéntesek a dobozokat, a csomagokat, és ezt a posta kiszállítja. Ennek is van költsége, ezt is mi álljuk, illetve van egy ennél átfogóbb megállapodásunk is, amit említett Kristóf, hogy adománygyűjtő perselyek vannak körülbelül 1000 postán, és itt egész évben gyűjtünk a segélyszervezet számára, ezt évvégén ürítjük, és következő év elején pedig utaljuk. Ezek elég jelentős összegek egyébként, tehát 10 millió forintot általában meghaladja évente ez az összeg, és ugye ezen kívül van az iskolakezdési akcióban a támogatásunk. Hány gyereknek tudnak segíteni ezzel a nagyjából 10 millió forinttal? Ugye itt külön kell választani a két dolgot, tehát a Magyar Posta egész évben gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezetnek a munkájára, szükség is van rá, hiszen a segélyszervezet sem csak egy segélyakció, hanem mi egész évben, tehát az év 365 napján működünk. Országszerte például csak olyan intézményből, ahol gyerekekkel foglalkozunk, van 9, és ez a 9 intézmény, akinek a látóköréből mi kiválasztjuk azt az 1000 gyereket, akik ebben az akcióban kapnak támogatást. Ezekben a napokban folyamatos az adománygyűjtés, a 1353-as adományvonalon, illetve a honlapunkon keresztül, és arra kérünk mindenkit, hogy aki csak teheti, akár csak egy hívással, 250 forinttal csatlakozzon be, azért, hogy az első becsengetéskor ez az 1000 gyerek is egyenlő eséllyel tudja elkezdeni a tanévet. És miként választják ki a rászorulókat? Hát itt vissza tudok kanyarodni oda, amit előbb mondtam, hogy mi egész évben dolgozunk ezekkel a családokkal, tehát ismerjük őket, a legtöbbükről tudjuk azt, hogy mire van szükség, és ez fontos is egyébként, hogy ez egy személyre szabott segítség, amit Ildikó előbb említett, hogy éppen napokban közösen készítettük ezeket a csomagokat, hogy minden esetben rá van írva a név, a cím, egy fiú, lány, hány éves, és igyekszünk így megtölteni a csomagokat. Ildikó, mióta működnek így közösen, és mik az eredmények, és mik a jövőbeni célok még? 2012 óta van együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta között. 2014-ben ez egy nagy keretmegállapodás is lett, így ugye hát egész évben tart ez a bizonyos segítség, és hát a Magyar Posta azért 30 000 dolgozóval rendelkezik. A társadalomban jelen van gyakorlatilag 150 éve. Gondoljunk bele, minden településen gyakorlatilag ott van a postás. Tehát én azt gondolom, hogy egy ekkora vállalatnak egyszerűen kötelessége az, hogy a társadalomban ilyen módon is részt vegyen, tehát hogy rászorulókat ilyen módon segítsen. És ez a jövőben is így lesz, tehát azt gondolom, hogy ez nem változik, több ilyen programunk is van. Ez az összeg egyébként folyamatosan nő, tehát a tavalyi évhez képest sokkal több támogatóra tettek szert, és sokkal több gyereken tudtak segíteni. Hát ez minden évben egy nagy versenyfutás az idővel, mert hogy a célkitűzésnek a része az, hogy szeptember 1-ig gyűjtsük össze azt a 10 millió forintot, ami szükséges az 1000 gyerek beiskolázásához. Ez egyébként úgy jön ki, hogy gyermekenként 10 000 forint értékben segítünk. Most azt tudom mondani, hogy elég jól állunk, tehát már csak egy hét van hátra, és lassan megtelik az összes iskolatáska, de azért várjuk továbbra is a támogatásokat, mert hogy egész évben szeretnénk ezeket a gyerekeket támogatni, tehát ilyenkor nem a létszámot növeljük, hanem inkább a rendszerességet, tehát egész évben próbáljuk ezeket a gyerekeket támogatni, és ebben a támogatásban nagyon fontosak azok a partnerek, akikre évről évre tudunk számítani, mint például a Magyar Posta. Ildikó, csak nagyon röviden, azért fontos a postának ez, mert lényegében az összes településen önök jelen vannak. Tehát önök meghatározó intézményei az országnak? Ez így van. És hát ugye több éve, több évtizede ez így van gyakorlatilag, hogy egy meghatározó intézmény Magyarország életében, és ugye ezt ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a postás az, akivel mindenki találkozik, tehát az is, aki egyedül él, vagy egy család, ahol segítségre van szükség, akár ő is tudja ezt közvetíteni, tehát igen, szükség van erre. Jó munkát önöknek! Köszönjük szépen!